Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Görögország volt a legnépszerűbb külföldi úti cél a magyarok körében, legyen szó buszos vagy repülős, csoportos vagy egyéni utazásról. A turisztikai vonzerőt a görög életvitel, a páratlan kultúra és a különleges gasztronómia jelenti, de nem csak Görögország van a legkedveltebb többnapos nyaralások listáján évek óta. Ezután talán azt lehet mondani, hogy jobban az árak ugyan magasabbak lettek, de még mindig Törökország, hiszen ott nyújtott szolgáltatásokat sehol máshol nem tudják megkapni az utasok ilyen közeli destinációban. Tehát még mindig Törökország az, ami szintén ezek miatt ugye vezető helyen van, és Horvátország az, ami egyéni közlekedésben ugye a közelsége miatt ugye az emberek akár csak egy hétvégére is lerúcsanak a horvát tengerpartra. Tehát ezek azt lehet mondani, hogy évek óta ez a hármas ugye uralja már az első dobogos helyeket, úgyhogy nagy változás nem történt. Újdonságok nyilván jöttek a 2019-es évben is, de azok még mindig alacsony számmal, tehát egy Montenegro, egy Albánia, Szlovénia, azok még mindig ugye alacsony számmal vesznek részt a turisztikai piacon, de azért szép sikereket érhetünk el ott is. A Portfolio.hu felmérése szerint a külföldre utazó magyarok közel 350 milliárd forintot költöttek, ebből 49 milliárdot csak Horvátországban. Naponta fejenként átlagosan 13.500 forintot költöttek, ez valamivel kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A kiadások több mint 30%-át élelmiszerre, közel ugyanennyit szállásra és vendéglátó szolgáltatásra, 15%-ot kulturális, sport és egyéb turisztikai szolgáltatásokra, 7,5%-ot pedig közlekedésre és üzemanyagra fordítottak a külföldi utazások során. A sok hosszú hétvége miatt azonban a belföldi úti célok is népszerűek voltak. A belföldi úti céloknál ugye még mindig elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon sok hosszú hétvégénk van. Ugye emiatt a hosszú hétvégéken folyamatosan tele vannak a wellness szállodák. Ugye a Balaton az nyáron évek óta kiteheti a megtelt táblát, és a Velencei tó is hasonló módon a nyári időszakban nagyon tele van, nagyon nehéz már helyeket kapni, de én azt gondolom, hogy a belföld ugye főleg ugye a szépkártyás forgalomnak köszönheti ezt a kimagasló eredményt. 2019-ben a magyarok utazásainak közel 60%-a egynapos út volt, ezek főleg rokon- és barátlátogatások, vagy szabadidős célú utak voltak. A legtöbben Ausztriába és Szlovákiába utaztak ilyen célokkal.